Az idén fennállásának 30. születésnapját ünneplő Pilon 94 Kft. Már a kezdetek óta meghatározó szereplője a nagy szilárdságú, finom szemcsés acélból készített, hegesztett, forgácsolt alkatrészek piacának. Az évek során technológiai lehetőségeinket úgy fejlesztettük, hogy jelenleg a darabolástól a forgácsoláson, hegesztésen, festésen keresztül a szerelésig bezárólag egy teljes portfóliót tudunk megajánlani a vevőinknek. A létszámunk jelenleg olyan 170-180 fő körül alakul, de további bővítést tervezünk, jelenleg is vannak nyitott pozícióink, elsősorban szakmunkás területen. A cég gyártó területe az meghaladja 12.500 négyzetmétert. Mi jellemzi a cégnek a piaci pozícióit? Hova készülnek a termékek? 99%-ban exportra gyártunk, elsősorban német és osztrák területre, de igazából az általunk gyártott termékek azok megtalálhatók a világ minden táján. Legutóbbi nagy projektünk, amire kifejezetten büszkék vagyunk, hogy egy több éves projektet gyártottunk Ausztráliába, a Sydney kikötőbe, de gyakorlatilag az Antarktisz kivételével a világ minden földrészén megtalálhatók az általunk gyártott termékek. Elmondhatom, hogy ritkán cserélődnek a vevőink, többségükkel több évtizedes kapcsolat köt össze bennünket. Fő piacunk az emelőgépek, anyagmozgató berendezések, mobil daruk piaca, de ezen kívül szállítunk az energiaiparba, alumíniumiparba, papíriparba is. Pilon 94 Kft.-nek nincsenek saját termékei, tehát a vevőknek a dokumentációi alapján gyártunk. Ez egy speciális kapcsolatot jelent igazából a partnerekkel. Büszkén mondhatom, hogy a vevőink kérik a véleményünket, tanácsunkat már a tervezési fázisban is az egyes termékek, projektek gyárthatósága, költséghatékonysága szempontjából. Ami nálunk talán egyedi a versenytársakkal szemben, az az általunk gyártott termékek mérete, bonyolultsága, illetve a magas minőségi követelmények, amelyeknek minden esetben próbálunk megfelelni. Meglehetősen nagy energiaigényű az önök tevékenysége. Hogyan próbálják ezt megoldani, csökkenteni, energiahatékonysági lépéseket bevezetni? Manapság mind többször merül fel a nyugat-európai vevők részéről az energiahatékonyság és a gyártás során felmerülő karbonlábnyom kérdése. Azt tudni kell, hogy az acélszerkezet gyártásnál a keletkező karbonlábnyomnak a 90%-a az az acél előállításánál keletkezik, tehát a gyártónál, esetünkben a Pilon 94 Kft.-nél csak a 10%. Ennek ellenére foglalkozunk ezekkel a vevői kérésekkel, folyamatosan vizsgáljuk az energiahatékonyságunkat, új gépek beszerzésénél ez kiemelt szempont. Példaként említhetem, hogy a tavalyi évben mintegy 4000 négyzetméternyi tetőfelületet szigeteltünk újra. A cég teljes területén a régi világítást korszerű ledes világításra cseréltük. Alkonykapcsolókat és szakaszolókat építettünk be. Az idei évtől a termeléshez szükséges levegőt egy korszerű inverteres kompresszorral állítjuk elő. Jelenleg tervezés alatt van az elavult fűtés berendezésünk korszerűsítése. Ez a csarnokaink mérete miatt egy viszonylag bonyolult és komplex feladat. Ezen kívül folyamatosan vizsgáljuk a megújuló energiák bevezetésének lehetőségét, keressük az ehhez csatlakozó pályázati lehetőségeket. Tervek, elképzelések a jövőre nézve a cég tevékenysége szempontjából? Folyamatos fejlődésekkel számolunk a következő években. Azt kell, hogy mondjam, hogy a stabil kapcsolatoknak köszönhetően a jelenlegi nehéz gazdasági környezet ellenére, gondolok itt elsősorban a német piac kettősségére, büszkén mondhatom, hogy a versenytársainkhoz képest kiemelkedő rendelésállománnyal rendelkezünk, gyakorlatilag mi már a jövő évet tervezzük értékesítési oldalról. Rendelkezünk olyan minősítéssel, ami lehetővé teszi, hogy beszállítsunk a vasútipar és esetleg a járműipar részére is, ez is egy kapcsolási pont a mostani rendezvénnyel.